A Józsa András Oktató Kórház gyermekrehabilitációs osztálya a közvélemény által kevésbé ismert részleg, de annál nagyobb segítséget nyújt a gyermekeknek. Az osztályon 12 szakrendelés működik, éves szinten közel 260 fekvőbeteget kezelnek, az ambuláns ellátásban viszont az 50 ezret is meghaladja az eset forgalom egy évben. A kora csecsemőkorban kialakult agyi rendellenesség miatt kialakuló, mozgás és tartási rendellenességek miatt megbetegedett gyermekeket látják el a szakemberek. Többek között gyógytorna, konduktív terápia, elektroterápiás lehetőség és masszázs is működik az osztályon, de pszichológiai és logopédiai kezelés is elérhető a gyermekek részére. A gyermekrehabilitációs osztály 1999-ben indult, amíg a Kérlek Segíts Alapítvány már 96 óta működik, és folyamatosan támogatja az osztályt. Az ott dolgozók pedig önkéntesei az alapítványnak. Most 5 millió forintot tudtak adományozni az eszközpark bővítésére és a gyermekek nyári táboroztatására. Két különböző dologról van szó. Egyrészt van a négy alapítvány, amelyik az anyagi támogatást nyújtotta a Kérlek Segíts Alapítványnak. Ez a négy alapítvány az Alpita, Turikum, Sanderser és Plastilina alapítványok. Ezeknek vagyok én a kurátora, és mivel ezek az alapítványok azzal a céllal jöttek létre, hogy támogassák valamilyen olyan célt, amelyikben szakemberek segítségével például gyerekeknek tudunk segíteni, életeket tudunk jobbá tenni, vagy legalábbis egy minimális módon a mi lehetőségeinkhez képes segíteni őket abban, hogy beintegrálódjanak a társadalomba. Ezért ez a négy alapítvány támogatta a szakmai hátteret nyújtó Kérlek Segíts Alapítványt. A gyermekrehabilitációs osztály célja, hogy az itt kezelt betegek beilleszkedjenek a társadalomba. Erre már több reményt adó példa is van az elmúlt évekből. A gyerekeknek nyári táborokat szerveznek, ahova szüleikkel együtt mehetnek. A szakmai segítség mellett a szórakoztató elemeket, mint például a hotel költségeit, illetve a különböző belépőket az alapítvány támogatásából finanszírozzák. De többek között ebből a betegőrző monitorból is vásároltak 2 darabot. Ezt már kora csecsemőkortól használják, ami azért fontos, mert minél korábban diagnosztizálják a betegségeket, annál sikeresebb a rehabilitáció. Több pszichológiai felmérőtesztet is beszereztek, az egyik például a VIPSZI, amelyet óvodáskortól használhatnak a szakemberek, tette hozzá a Józsa András Oktató Kórház gyermekrehabilitációs osztályának nyugdíjas főorvosa. Ami országos szinten kiemelkedő, az a csecsemő pszichológiai teszt, a Béli teszt. Ez a Béli teszt, ez a egészen kicsi csecsemőkorú gyerekek fejlettségét és esetleg a későbbiekre való következtetést teszi lehetővé, és ebben valóban ez a Béli teszt az országban még egy helyen használják, és a mi egyik munkatársunk éppen az alapítvány segítségével 2 évvel ezelőtt Svájcba tanulta meg ennek a használatát, amire nagyon büszkék vagyunk, de az alapítvány támogatta most az eszköz megvételét és a tanfolyam végzését is. A tervek között szerepel, hogy az osztályon kezelt gyermekek közül 5-en lefuthatják majd a félmaratont az alapítvány támogatóinak segítségével idén ősszel.